Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked a kártyák. Elhoztam nektek a Blackhat Tarot kártyáimat, mert bele szeretnék nézni, hogy milyen változások lesznek a mai portál napon. Szóval érdekel, de nagyon érdekel, hogy milyen változások lesznek ezen a portál napon. Hát ezt megnézzük te neked. Megnézzük teljesen te neked. Megnézzük te neked, hogy milyen változások lesznek a te szerelmeddel. Hát az jött ki valójában, hogy a 9-es kelyhet. Ez már szerintem egy nagyon jó változás, mert arról szól az egész, hogy ez pozitív irányba nyitni fogja a szívét, változni fog. Szóval, hogy érzelmileg változni fog, úgy gondolom, és én úgy gondolom tényleg, hogy ilyen nagyon nagy változásokon fog ez az ember átmenni, ebben teljesen biztos vagyok, és ezt a változási folyamatot nem is lehet valójában leállítani. Ez beindul, és akkor ez változik, most ha akarjátok, ha nem, szóval erről szól ez az egész, és én azt látom, hogy az uralkodó, szóval itt a halál. Itt a halál valójában, azt tudjátok, hogy mit jelent. A halál mindig azt jelenti, hogy, hát azt jelenti valójában, hogy hát tényleg valamin át kellene, hogy lépjen, hogy valamit el kellene, hogy engedjen. És most én úgy látom ebben az egészben, hogy hát a botokötösse. A botokötösse az mindig azt szimbolizálja valójában, hogy itten harcolt ő magával, és ilyen stagnáló energiába volt benne, és ez a változások azt hozzák, hogy ő teljesen ezt a szenvedélyt fogja veled érezni. És lehet, hogy ezen keresztül, hogy szétváltatok, hogy érezte ezt a szerelmi csalódást te benned, és én úgy látom, hogy ezen tanulja majd meg azt az érzést értékelni, ami veled kapcsolatos, úgy gondolom, és azt is gondolom, hogy a botok hármasa, hogy hosszú téren ez jelent valamit. És én azt látom tényleg, hogy még nem, lehet, hogy nem döntött még teljesen el, vagy nem döntött el, hogy hogy alakuljon ez az egész, és lehet, hogy már tényleg egy pár esélyt is elszalajtott, az is játszhat itt egy szerepet, hogy elszalajtott egy pár esélyt, és a kelyhek királya, az azt jelenti, hogy nagyon pozitív érzései vannak irántad, szerelmes beléd, és te vagy itt az uralkodó nője, úgy gondolom, hogy te vagy az uralkodó nője, és valamit nagyon beindítottál őnála, hogy nagyon nagy változásokon megy ez keresztül, ezt tehát a nehézségeket mint az életébe fel fogja oldani. És én úgy látom, hogy türelemre van még neked szükséged ővele kapcsolatosan. Azt mondja neked, hogy várjál még egy kicsit, és majd jönni fogok, majd jövök hozzád, és jönni fogok, és itt van tényleg az érmék lovagja, hogy jönni fog feléd, és itt van tényleg ez az ördög, a függőség, és ez tényleg egyensúlyba fog jönni, igazságos fog ez mind lenni, és azt látom tényleg, hogy hát a kelyhek lovagja, ez nagyon pozitívan fog beindulni, úgy látom, és én azt látom tényleg, azt látom, hogy a négy, kardok négyese, ez mit jelent a kardok négyese? A kardok négyese valójában azt jelenti, hogy most lehet, hogy őnála is egy olyan szakasz van, minthogyha pihenni szeretne, mert én van rá esély erre a kapcsolatra, de neki pihenni kell, mert ő nagyon felkavart, úgy látom, és én azt látom, hogy te vagy neki itt ez a
ezek a kardok királynője, és ez azt jelenti, hogy egy sors döntőleg jött ez be itten közöttetek, és én úgy látom, hogy ki kell, hogy saját magáé, hogy álljon teljesen. És én azt látom, hogy igen, nyugodtabb irányba fog ez veletek fejlődni. Eljön mindennek az ideje, én úgy látom, de valami itt össze fog dőlni közöttetek, ebben is biztos vagyok, és én abban is biztos vagyok, hogy ő tényleg nagyon tüzes egyéniség, nagyon nagy a temperamentumja, nagyon nagy benne a tűz. Lehet, hogy tűzi jel is. És én úgy látom, hogy lehet, hogy ő álmodozik is arról, hogy milyen lenne ez te veled, és én azt látom, hogy az adást és a kap vissza akarná neked azt a sok szeretetet adni, amit te tőled kapott. Hát ez nagyon szuper. Hú, hogyha azt visszaadja, amennyit te tőled kapott, ez nagyon színű, nagyon szuper, és én azt látom, hogy a főpap, ez a hierofant, ez azt jelenti a főpap, mint ahogy látod, hogy itt a csillag. A csillag azt jelenti, hogy jó irányba fognak a dolgok menni, és tényleg erőt is fog ő saját magán venni, úgy gondolom. Erőt is fog saját magán venni, és tényleg itten úgy látom, hogy hát itt az erő, és én azt látom tényleg, hogy meg a szeretők. Hogy bejön ez, hogy ő lesz a te szeretőd újra, mert szeret téged, meg vissza fog térni hozzád, biztos vagyok benne, ha feloltaja a témáját. Nézzük, mit érez irántad, basz. Ó, bocsánat! Hát szeret tégedet, hú, most elszóltam magamat. Hát nézd a lélektárs, hát megáll az eszem. A lélektárs, szóval a gondolatban, szellemben itt van veled, úgy látom, és azt látom, hogy hát szent egyesülés a kapcsolatodban, hű, hát itt a siker, hát gratulálok neked. Remélem ez tetszett neked, ha tetszett, írjátok be a kommentba, lájkoljatok, kommentoljatok nagyon szívesen, jelenkezzetek, és egyéni kirakásra, valamint coachingra segítek nektek, energiamunkára, írtok egy e-mailt, persze, ingyenesen nincsenek nálam dolgok, mindennek megvan az ára, de működik előfizetéssel, hogyha drágább, akkor lefizetéssel megoldjuk. Szeretettel fogadlak benneteket. Köszi, hogy vagytok, puszi nektek, sziasztok! Thank you.